Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van a Réthei Balázs is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket Instagramon is, és TikTokon is. Mai adásunk vendége pedig Eszterházi Mátyás, az EM Sports Management tulajdonosa, alapítója, és olyan játékosoknak vagy a menedzsmere, mint Szoboszlai Dominiknak, Séfer Andrásnak, és Bóla Bendegúznak, vagy akár Kalmár Zsoltnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást, sziasztok! Hogyan kezdődött ez a sikertörténet? Mikor fogalmazódott meg benned, hogy játékos ügynök szeretnél lenni, és mennyire voltak nehezek az első lépések? Nem fogalmazódott ez így konkrétan meg, én ebbe belecsúsztam, és aztán elkezdtem nyilván nagyon élvezni, meg elkezdtem megtalálni a saját gondolataimat ezzel kapcsolatban, és amikor ez megtörtént, akkor vált ez igazából komolyá az én fejemben. Nyilván, mint minden szakmában, ebben is voltak nehézségek, de úgy összességében azért ezt sokkal inkább mondom, vagy nevezném én egy élménynek, mint... Milyen nehézségeket találtátok szembe magatokat, illetve mikor jött el ez a pont, amikor azt mondtátok, hogy akkor ne csak belföld, külföld is terjeszkedni, növekedni és haladni előre? Nekem alapvetően az volt az elképzelésem, hogy ezt úgy érdemes csinálni, hogyha a lehető legjobb játékosokat próbáljuk megtalálni, és nekik a lehető legszélesebb körben építjük a karrierjüket, amivel nyilván benne van az, hogy a végcél az, hogy valahol külföldön játszanak. Úgyhogy ez igazából a stratégiánk első pontja volt, hogy jó játékosokat külföld irányába próbáljunk nevelni, úgyhogy ez volt az alfája a történetnek. Jó pár évvel ezelőtt is fiatalokkal kezdtetek, és fiatalokkal foglalkoztatok. Ez továbbra is ez a víziótok, ez a profilotok, hogy fiatal tehetségeket felkutassatok, és utána külföld irányába próbáljatok terelgetni? Igen, ezen nyilván azok a fiatal játékosok, akiket sok éve megtaláltunk, ezek felnőttek, de ez a stratégiánkon nem változtatott, úgyhogy továbbra is járjuk a meccseket, és próbálunk kiválasztani egy-két olyan tehetséges fiatalt minden korosztályból, akiben mi belelátjuk azt a nemzetközi potenciált, amiért szerintem érdemes ezt az egészet csinálni. Hogy egy kicsit a kezdetek kezdetére visszakanyarodunk, nyilván neked is van egy sportolói éned. Abszolút mindig is a foci vonzott, vagy volt más sport is, ami felé kacsingattál? Viszonylag későn kezdtem el focizni egyébként, talán 9 éves voltam. Hát édesanyám örült volna, hogy a vízipólózok, kevesebb ruhát kell mosni utána. De tényleg, tehát ő neki mindig mondta, hogy kisem azok olyan tiszta férfiak a vízipólósok, hogy nyilván egy alsógatyába úszol. Van diplomájuk, többen doktorok. Nyilván ez is szempont volt az ő fejében egyébként teljesen érthetően, hogy vannak olyan sportok, amikben esetleg nem alakultak ki olyan negatív sztereotípiák, mint mondjuk a fociban, de aztán én elég gyorsan lezártam ezt a kérdést, mert elmentem focizni, és élveztem, és akkor úgy maradt ez a helyzet. Onnantól ezek nem voltak kérdések. Tehát akkor nem volt szabadságharcod? Nem, mondom neki inkább. Tehát, nyilván én egy futballista családban éltem, tehát hogy a nagybátyám válogatott játékos volt, tehát hogy igazából ez adta magát, hogy a focit kipróbálom. Onnantól kezdve kipróbáltam, nekem nem volt nagyon kérdés, hogy focizom. Az a családban nem volt kérdés, hogy sportolok, tehát hogy az valamit kellett csinálni, és akkor a foci az egy jó kompromisszum volt, igazából én imádtam csinálni, és kész. Hát azért ahhoz, hogy megfelelően tudják kiválasztani, és meglásd a tehetséget, ahhoz azért a futballnak minden csínyát, bínyát ismerned kell. Ezt hol szerezted meg ezt a tudást, illetve milyen aspektusok szerint válogattok? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az ember azt úgy nehezen mondod magadról, hogy te aztán nagyon jól látod a tehetséget, de hogy ez... De látom, tehát hogy úgy mást... Nyilván én voltam öltözőben, tudom, hogy az hogy működik, milyen ez a világ, milyen csibészségekre van szükség. Nyilván, hogyha látok játszani valakit, akkor azt úgy érzem, hogy ez ott van-e, vagy nem. Te is nézel meccseket, vannak olyan típusú játékosok, akiket szeretsz, nyilván akkor
az a profil az úgy beléd ég, látod, hogy hogy veszi át a labdát, milyen döntéseket hoz, és akkor úgy ezeket próbálod belelátni valaki, vagy keresed, keresed a gyerekekbe, és ez egész jól működik. De nem annyira nehéz ez, mint sokan gondolják, az munkát bele kell tenni. Jó, de azért kell hozzá egy érzék, egy olyan megfoghatatlan érzék. Hát valószínűleg valamilyen megfoghatatlan érzékem lehet ehhez, vagy az, meg az üzlethez, ez a kettő, ez valami lehet. Milyen de szempontokat igen. néztek, akár gondolok is sportszakmai szempontokra, vagy akár a családi háttérre, karakterre, mi az, ami legfontosabb neked egy játékosnál? Hát van egy sorrend, tehát minden nézünk, de van egy sorrend, tök objektív okokból kifolyólag, mert nézel egy meccset, akkor nem ismered a családi hátteret. Tehát ez csak utána tud jönni. Először megpróbáljuk a játékosokat a meccseken megnézni, értékelni. Van egy értékelési szempontrendszerünk igazából. Most ezt nyilván nem tudom 3 percben összefoglalni, de van egy ilyen szempontrendszerünk, és akkor ez alapján mi felállítunk egy sorrendet a játékosok között. És akkor utána, akiről úgy gondoljuk, hogy érdemes elkezdeni a közös munkát, azokat megkeressük, nyilván a családot, és akkor elkezdünk egy beszélgetést. Ezekből a beszélgetésekből alapkérdések kiderülnek, és hogyha ezek az alapkérdések nem kizáró tényezők, és el tudunk kezdeni közösen dolgozni, akkor utána az évek alatt, vagy hónapok, vagy évek alatt nyilván teljesen megismered a másikat, és ott jönnek el olyan karakter kérdések, amik hát vagy pozitívak, vagy negatívak, de azt csak hosszú távon tudod eldönteni. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván nem lehet 3-5-10 meccsből eldönteni, hogy valaki jó lesz, vagy nem, mert ahhoz sokkal több kell. Szerinted milyen karakterű játékos tudja most megállni a helyét nemzetközi szinten, meg milyen képességek, készségek kellenek a mai modern futballban? Hát nyilván nagyon... Most a karaktert nagyon nehéz megfogalmazni. Most nyilván, hogy milyen karaktert keresünk, jó karaktert keresünk. Hogy ez mit jelent, az nagyon nehéz. Kell egyfajta csibészség, vállalkozó szellem, döntésképesség, felelősségvállalásra való hajlandóság. És hát nyilván a fociban nagyon fontos a fizikum, kell sebesség, egyre inkább kell fizikum és sebesség, és hát azok a technikai alapok, amik nélkül egyszerűen nem lehet magas szinten játszani, mert ha nincsenek meg a technikai alapok, akkor nem tudod levenni a labdát, akkor nyilván magas tempóban még kevésbé fogod tudni, és akadályoz a technikai hiányosságod, akadályoznak abban, hogy a fizikai oldalát felvedd a játéknak, szóval elég komplex. És akkor játékértelmezés, nyilván ezekből következnek aztán. Egyszerre hány játékost figyeltek? Tegyük fel a jelen pillanatban. Hát teljes bajnokságokat figyelünk, tehát a U14, U15 mindig a nagy fókusz. Uh-huh. Az 2 teljes bajnokság, és akkor nyilván követjük azokat a játékosainkat is, akik egyébként már nálunk vannak. Követjük a teljes NB1-et, próbáljuk az NB2-t is fiatalok, a fiatal játékosokat követni, szóval nyilván sokan vagyunk, próbálunk sokat dolgozni, és követni a fiatalokat. Nyilván ahhoz, hogy ezeket a fiatalokat előbb-utóbb külföldre tudjátok vinni, illetve nyilván azt is tudjuk, hogy ezért nagyon sok olyan klubbal vagytok kapcsolatban, ahol folyamatosan keresitek ezeknek a fiataloknak a helyét. Ez hogy épült ki ez a kapcsolatrendszer? Mert gondolom, hogy egészen összetett és nagy háló ez. Nyilván a mi szakmánkban a kapcsolatrendszer az a játékosokon keresztül épült. Tehát nyilván tök jó lenne azt mondani, hogy mi zsenik vagyunk, de az irány az fordított. Tehát ha van jó játékosod, akkor a mai futballpiac teljesen más, mint régen volt. Ma nem kell ajánlgatni a játékosokat, főleg nem a top játékosokat, meg a top tehetségeket. A klubok elképesztő munkát fektetnek a kiválasztásukba. Úgyhogy ha van jó játékosod, akkor ez organikusan fejlődik. Ahogy fejlődtek a játékosok, úgy fejlődtél te is hozzá. Egyértelmű. Nyilván a játékosok sikere és fejlődés az hozza a mi
fejlődésünket is. Nyilván a kapcsolatokat ápolni kell, a kapcsolatokon dolgozni kell, abban energiát kell tenni, hogy tudjanak épülni, de a játékosok nélkül mi nem érünk semmit. Mennyire vagy a játékosoknak egy apa figurája, egy mentora? Mennyire közvetlen a viszony? Attól függ, hogy kivel. Tehát nyilván nem lehet, nyilván nektek is vannak barátaitok, meg, tehát hogy ez valakivel ilyen a kapcsolat, valakivel olyan a kapcsolat, de alapvetően elég közeli kapcsolatban vagyunk a játékosokkal, nem csak én, hanem a kollégáim is egyébként. Szóval ez nem csak rólam szól, ez nem egy ilyen one-man show, nyilván én vagyok itt, de hogy egyébként mi többen vagyunk, és próbáljuk a játékosokat kiszolgálni igazából mindenben, amellett, hogy próbáljuk őket terelni azon elvek mentén, amit mi tudunk adni nekik, tehát hogy mi nem tudunk kifordulni magunkból, és ezért szoktam mondani, hogy mi azokkal az emberekkel szeretnénk együtt dolgozni, akik velünk akarnak dolgozni. Mert az, hogy mi milyen filozófiát képviselünk, az látszik. Tehát ha valaki 3 perc időt eltölt azzal, hogy a gyerekének megtalálja a megfelelő tanácsadót, akkor belénk fog botlani, mint hogy másokba is, és akkor az látszik, hogy mi mit csinálunk, meg látszik, hogy mások mit csinálnak, és akkor el lehet dönteni, hogy erre van szükségem, vagy arra van szükségem, és ha valakinek ránk van szüksége, akkor mi magunkat tudjuk adni minden hibánkkal, meg minden erényünkkel együtt egyébként. Akkor ezek a játékosok inkább szívügyeid, mint mondjuk, hogy üzleti kapcsolatként tekintesz rájuk. Mennyire nőnek közel a szívedhez? Nem szeretem ezt így ketté bontani, mert nagyon álszentnek tűnik, tehát hogy ez egy üzlet, ami az én fejemben nem működik az emberi kapcsolat nélkül, főleg nem úgy, ahogy mi csináljuk, hogy fiatalokkal egészen korán elkezdünk foglalkozni, akikkel nyilván az első 4-5-6 évben nincs üzlet. Ez egy hosszú távú üzlet, de üzlet. Tehát én nem szeretném azt a benyomást kelteni senkiben, hogy ez nem üzlet, mert az. De ennek van egy nagyon komoly emberi oldala, ami nélkül én szerintem ez igazán sikeresen nem tud működni. Igazán nagy ráhatásom nem tud lenni egy játékos pályafutására akkor, hogyha ez egy ilyen nagyon felületes viszony, ami csak a pénzről szól. Tehát az úgy nem működik, de üzlet nélkül sem működik, tehát hogy ez így együtt van. Hát igen, inkább itt arra gondoltam, amikor itt volt nálunk Gera Zoltán, elmesélte adásban, hogy amikor ő kiment Angliába, akkor volt egy menedzser, aki megkerest, és mondta, hogy ha nem rajtam keresztül igazolsz ki a Premier League-be, akkor azoknak a kluboknak, akik megkerestek, el fogom mondani nekik, hogy drogos vagy, és így éled az életedet, és minden megteszek, hogy ne tudj kijutni. És ezért Magyarországon nagyon sokan ilyen szempontból is nézik a játékos menedzsereket, vagy ez alakult. Most ez egy külön téma, tehát hogyha ilyen van, nyilván minden szakmában vannak olyan emberek, akik nem feltétlenül tisztességesen végzik a munkájukat. Ez nem futball specifikus, hanem minden szakmában van ilyen. Nyilván a futballban sok pénz van, ezért sokkal több az olyan ember, aki lehetőségekre vadászik, és rövid távon próbál belőle pénzt szerezni. A piac ilyen, tehát a világ ilyen, ezek rövid távon működnek, hosszú távon kiszűri a piac szerintem ezt, tehát hogy lehet, hogy van ilyen. Én ebben a dimenzióban nem tudok gondolkodni. Tehát, inkább hosszú távú sikereben gondolkozom, mint gyors pénzszerzés. Hát az én üzleti modellem az erre épült, tehát hogy aki látja azt, hogy mit csinálunk, és az ellenkezőjét állítja, az egy rossz rendezvényen van, mert az nem nézi, hogy mit csinálunk. Igen. Tehát, hogy az én üzleti modellem, mert rövid távon nem lehet gondolkodni, mert a fiatalokkal rövid távon nem lehet pénzt csinálni. Mondhatjuk, hogyha már üzleti modell, akkor igazából a ti üzleti modelleteknek a sikere az emberségességben van, illetve abban, hogy szeretnétek törődni, edukálni, tanítani gyerekeket, és ezen az úton keresztül kiemelni. Igen, ez nem az üzleti modell része, hanem ez én vagyok, és akkor nyilván én ezt kizárólag úgy vagyok hajlandó csinálni, hogy én gondolom, és akkor én nem tudok mást csinálni, és akkor ez így alakult ki. Tehát ez nem úgy nézett ki, hogy
leültem otthon, és akkor milyen üzleti modellt csináljunk, és akkor legyen az emberséges modell, tehát hogy az... Mert ez az, jó PR. Az nagyon nehéz. Azt lehet PR-t, lehet rövid távon csinálni. Mi azért a rövid távon már talán túl vagyunk, tehát pont amikor Dominik Liverpoolba igazolt, akkor furcsa módon, de leültem, és elkezdtem elolvasni azokat az interjúkat, amiket az elmúlt, tehát amióta ő érdekes, vele kapcsolatban adtam, hogy vajon mennyire voltam konzekvens a róla alkotott véleményben, és az egész vízióban, és hát azt kellett látnom egyébként egy tök nagy megelégedésemre, hogy nagyon. És ezt így jó néha visszanézni, hogy nem az van, hogy első nap ezt mondtam, utána azt, és akkor valahova eljutottunk, ami egyébként teljesen más, mint... Akkor van egy konkrét vízió, vagy egy vízió alapján mentetek végig? Egyértelműen igen. Nyilván a Dominiknek ezt nem lehet. Tehát, hogy az ő képességei, az ő mentális bázisa és munkamorája nélkül ez az egész, ez fugázik. Tehát, hogy ezt nem lehet végigvinni. De hogy mi nem nagyon tértünk le, sem az édesapja, sem én, nem tértünk le erről az útról, és ez nagyon, nagyon fontos. Még mielőtt konkrétan Szoboszlai Dominikra is rátérünk, neked volt olyan pillanatod, amikor egy kicsit úgy beborult az ég, és azt láttad, hogy a hazai viszonyok, azok nem a te emberségességedet fogadják be és ismerik el, hanem inkább ez az irigy eltipró hozzáállást mutatja. Nézd, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem feltétlenül fontos számomra, hogy mit gondol más. Mm-hmm. Tehát, hogy én ezzel nem foglalkozom. És nem is szeretnék. Tehát, hogy én azok az emberekkel foglalkozom az életemben, akik engem elviselnek, és azt az elképzelést, amit csinálunk, azt magukévá tudják tenni. Én jellemzően elég nyitott vagyok, és próbálom így élni az életemet. Ha valaki nem az, akkor mi nem passzolunk össze. És akkor az én fejemben ez valóban ennyire egyszerű, és hogy én ezen nem rágódom. Nyilván, hogy vannak-e viharfelhők, nyilván azt gondolom, hogy elég sokat próbálok gondolkodni, annak van egy olyan veszélye, hogy hát néha rossz gondolataid is támadnak, és akkor nem mindig látod annyira pozitívan az életet, mint amennyire egyébként kell, mert hogy most az én életemben túl sok negatívum ilyen szempontban nincsen, tehát nincs okom arra, hogy negatív legyek, de nem foglalkozom alapvetően másoknak a véleményével. Azért tudunk sikeresek lenni egyébként, mert nem érdekel soha, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ez nem éri meg, vagy nem jó, így sem. Én vállaltam azt a rizikót, hogy szerintem ezt így érdemes csinálni. Vállaltam azt is, hogy kiderül, hogy másoknak igaza van egyébként, és ez nem éri meg, de hogy ez engem nem érdekelt, mert akkor elmentem, azt csináltam volna valami mást, amiben lehet, hogy nem lettem volna sikeres, de hogy én ennyire egyszerűen álltam ehhez a kérdéshez, és ez nem volt bennem ez a túlgondolás ilyen szempontból. Én nekem van három ember az életemben körülbelül, akiket meghallgatom a véleményét, és beépítem a saját gondolkodásomba, és kész. Na és akkor Szoboszlai Dominik, és hogyha már beszéltünk ugye kiválasztásról, menedzselésről, arról, hogy hogyan tanítják meg ezeket a sportolókat arra, hogy ilyen profi szintre jussanak, hol kezdődött nála? Ki volt az, aki kiválasztotta? Te voltál személyesen ott? Hogy zajlott ez? Őt én választottam ki, igen, de ez volt a legegyszerűbb dolog a történetben, mert hogy az nyilván az ő kiválósága az 3 percet látszott. Egyébként én ma is azt gondolom, hogy az igazán kiemelkedő játékosom, persze lehet rossz napod, meg minden, de hogyha 3-szor megnézel egy játékost, összesen 20 percet látszik, hogy ki az, akivel érdemes, és ki az, akivel nem. Aztán finomságokat nyilván érdemes részletébe menően elemezni, de az igazi plusz az látszódik. Szóval hát talán 14 éves volt a Dominik, és akkor egyszer láttam játszani, és akkor az ott eldölt, hogy ő jó.
2011-ben milyen szempontok alapján választottátok ki a Red Bull iskolát? Meg melyikben hiszen inkább, hogy nagyon fiatalon a srácokat kijuttatni külföldre, és hogy ott fejlődjenek tovább, vagy itt Magyarországon végig járják a ranglétrát, akár utánpótlásban MB2, MB3 és MB1, vagy akár mind a kettő útban hiszel, és próbálod igazítani a játékosnak a karakteréhez, tehetségéhez? Hát, ha választom, akkor az utóbbi, mert hogy nekem nincsenek ilyen prekoncepcióim, hogy csak ez, vagy csak az, hanem ez a két út van. Mm. Tök objektíven nincs más lehetőség. Persze mindig, minden 10 évben biztos van egy, aki más utat jár be, de szerintem vagy elmész fiatalon külföldre, és akkor sikereid vannak. Van egy ilyen feledik út, ez már 2,5 út van, hogy elmész, visszajössz, és úgy vagy sikeres, Szalai Attila. Nagy Ádám. Nagy Ádám. Tök jó példa, mert sokan ők azt gondolják, hogy nem volt külföldön, de volt. Tehát, hogy ez... Igen, itt kezdte utánpótlásban, abba hagyta a focit, felkarolták, külföld. És ráadásul egy nagyon szenzitív időszakban volt ő is egyébként, tehát hogy azt sose fogod tudni megmondani, hogy anélkül mi lett volna vele. Igen. Tehát, hogy van az egyik út, hogy kimész, sikeres vagy, Domi. Másik út az, hogy kimész, visszajössz, Szalai Attila, Nagy Ádám. Egyébként a Domi útjára nagyon sok példa van, Stiber Zoli, Szalai Ádám, Gulácsi Peti, etc., etc., etc. Illetve van az az út, amikor itthon egészen fiatalon, van, aki szemtelenül fiatalon, Németh Krisztián anno, van, aki meg egészen fiatalon, 18 évesen, Kalmár Zsolt, Sallai Roli, számtalan példa van. Játszik, nincs más út, tehát ez a 21-22 évesen elkezdek játszogatni NB1-be, az lehet, hogy a fiatal szabály szempontjából jól hangzik, de értelme nem sok van ilyen szempontból. És akkor picit a Dominikra visszatér, vagy mi volt az, ami megragadt bennetek a Red Bull iskolában? Az a lehetőség, hogy fokozatosan végig tudtátok vinni őt a karrierében, hogy volt lehetőség a másodosztályban játszani, utána Salzburg, utána a Lipcse. Ez az, ami leginkább megragadt bennetek, hogy ez volt a főpont, ami miatt ezt választottátok? Szóval amikor a Domi a Salzburgba ment, akkor azért más volt az a Salzburg, mint ez. Tehát de az a fejlesztési terv igazából, meg azok az egyének, akik akkor ott voltak a klubban, azok egy olyan bizalmat gerjesztettek bennünk, amivel azt tudtuk mondani, hogy igen, szívesen adjuk oda nekik a Dominikot, hogy fejlesztik, és hogy megtanítsák olyan dolgokra, amire a Zsolti nem tudta egészen egyszerűen a közegből fakadóan, nem tudta megtanítani. Tehát mi akkor is gondoltuk, hogy ő a futballról, és ezt elmondtuk akkor is, csak nyilván az akkor még nem tűnt ennyire megalapozottnak, de már hogy kívülről, hogy a futballon mindent tudott. Tehát, hogy nem kellett megtanítani rúgni, levenni a labdát, játékot értelmezni, gólpaszt adni, nem ez volt a lényeg. Hanem azokat a mentális és fizikai dolgokat kellett benne fejleszteni, amiket itt a közeg adottságai miatt egyszerűen nem lehetett továbbfejleszteni. És bennük éreztük azt, hogy ebben nagyon elkötelezett partnerek tudnak lenni, és ez ennyi, tehát hogy ez nem volt ennél tovább gondolva, és aztán nyilván hosszú távon kiderült, hogy ez egy jó döntés volt, mert ők valóban megcsinálták azt, amit megígértek. Nyilván sokat fogunk kérdezni a különböző korszakokban lévő alternatívákról. Volt alternatíva akár a Red Bull előtt, illetve milyen szintű komoly megkeresései voltak Dominiknak? Hát előtte is volt, de nyilván én sokkal előtte azért nem csak... Ugye elég korán elkezdtünk a Red Bull-al egy kapcsolatot. Voltak előtte is, voltak közben is, nyilván voltak a Liefering-be játszott, Salzburg-be játszott, mindig voltak lehetőségek, amikor lehetett volna váltani, de mondom nekünk, ebben volt egy elég határozott elképzelésünk, hogy milyen utat akarunk bejárni, a Dominik milyen szinten szeretne futballozni, és erről nem nagyon akartunk letérni. Tehát tudom, például a Bajnokok Ligája az egy olyan szempont volt neki, lévén, hogy nagyon korán megtapasztalta ennek a légkörét. Az egy olyan szempont volt, amit a Salzburgból való tovább lépés során fontosnak gondoltunk, hogy ezt az utat tudja folytatni. És
És így mentünk. Tehát, hogy nekünk ezek világos lépések voltak, meg amikor benne vagy, akkor sokkal könnyebb értelmezni a dolgokat, és sokkal könnyebb döntések ezek, mint az emberek gondolják, mert hogy ott vagy, mindenről tudsz, nyilván minden lehetőségről tudsz mindent, és akkor nem olyan nehéz döntések ezek. Hát jó, csak az ember életében vannak olyan lehetőségek, amit hogyha túl korán fog meg, akkor talán beletörik a bicskája. Ez egyébként... Igen, ez az, ami nem olyan nehéz, akkor, hogyha van egy világos elképzelésed, meg bízol a... Mi bíztunk abban a csúnya szóval, abban a termékben, ami a Dominik. Ő megbízott a saját tudásában, meg a saját elkötelezettségében, és így nem nehéz dönteni. Nyilván, ha nem bízol magadban, akkor előjöhetnek azok a kis ördögök, hogy akkor minél hamarabb próbáljál pénzt csinálni, a játékos minél hamarabb próbál minél több pénzt keresni, vagy minél magasabb szintre eljutni, mert onnan aztán majd biztos nem esel akkor át, tehát mit tudom, most név nélkül bármilyen top csapatba elmész 19 évesen, még ha visszafele buksz is, akkor is egész jó helyen vagy. Tehát ez is lehet egy stratégia. Nekünk ez nem volt stratégiai opció, mert bíztunk abban, hogy a Dominik ezen az úton is eljuthat oda, ahová eljutott. Azt gondolom, akkor egyszerű volt édesapjával is együttműködni, és folyamatosan közös nevezőre jutni. Gondolom, sarkalatos pont a szülő, mert ha a szülő egy olyan karakter, vagy nehézkes eset, akkor nagyon nehéz a gyerekben rejlő potenciált is kihozni. Zsoltival egy percig nem volt, nem egy vitánk nem volt a karrierépítésre, hanem semmilyen különböző. Pont ezért tudtunk jól együttműködni, tehát hogy ez nagyon egyszerűen ment. Az első persze ugyanazt gondoltuk a gyerekéről, az útról, és ez ezért működik. Amikor egy játékos ennyire fiatalon kikerül külföldre, akkor mennyire kell segítened a hétköznapi működésben, mennyire szorosan fogtad akkor az ő kezé, gondolom most már azért jóval szabadabban mozog, meg nem kell annyi segítened. A felnőtt ember, tehát ez adja magát, de nyilván az élet hoz bizonyos dolgokat, például Covid, amivel nyilván nem számolsz, amikor egyedül van, tehát a Dominik elég hamar felnőtt. De persze, és nem én fogtam a kezét, hanem a Zsoltival fogtuk folyamatosan a kezét, tehát nagyon sokat voltunk vele, nagyon sok időt töltöttünk vele, beszélgettünk, és ez így alakult, de hogy ez nekünk, mondom, ez nagyon természetes helyzet volt. Mivel szerettünk járni a meccseire, igényelte, hogy nézzük a meccsét, beszélgessünk, tehát de ebben semmilyen erőltetett dolog nem volt, hogy most számolj be, mit csinálta, meg hogy csinálta, tehát hogy nem, ez nem így nézett ki. Az ő életútja kívülről talán egy álomnak tűnhet, de nyilván mindennek van egy negatív oldala, vagy mindennek vannak nehézségei. Az ő életében, hogyha már azt mondod, hogy azért az édesapjával szorosan figyeltetek rá, és menedzseltétek, milyen olyan pontok voltak, amikor ott kellett lenni, nehézségei voltak, és úgy kellett vele beszélgetni? Nyilván a futballistának van egy, tehát nagyon egyedül van a futballista, nagyon szép élet ez, de van egy olyan árnyoldal, hogy egyedül vagy. Tehát, amikor fiatal volt, nyilván más probléma, amikor elég hamar elkezdesz pénzt keresni, egy teljesen más életet élsz, mint a korodból fakadóan az normális lenne, akkor jönnek olyan feladatok, amiket meg kell oldani. De még ezeket könnyen meg lehetett oldani, mert nagyon jó alany erre. És persze voltak nézeteltéréseink, meg volt olyan nyilván, amikor haragudott ránk, gondolom én, most tagadja, de hogy biztos volt ilyen, de ezekből mindig ki tudtunk jönni úgy, hogy találtunk egy olyan utat, amin aztán tudtunk tovább menni. És ezekből mindig erősebben jött ki. Aztán nyilván, amikor eljutsz arra a szintre, hogy minden héten 250 000 ember előtt játszol, nyomással rajtad, meg akkor utána a hétköznapok azok nem egyszerűek. Hát ezek azok a nehézségek. De nyilván ezt egy civil embernek elmondani, az nyilván vicces, mert hogy a civil ember ezeket nem szereti beemelni, mert nyilván azt látja, sok pénzt keres, meg sikeres, meg róla írnak az újságok, de hogy attól még ennek van egy nagyon, nagyon egyedülálló, vagy egyedül lévő oldala, ami lelkileg nyilván nehéz.
akkor ebből a szempontból is jól jött a fokozatosságnak az, vagy a felelősségvállalás, a nyomásnak a tűrése, a karakterfejlődésben is nagyon fontos volt, hogy Salzburg, Lipcse, és akkor végig tudja járni a különböző szinteket. Melyik átigazolásnál izgultál jobban, a Lipcseinél, vagy amikor Liverpoolba szerződött? Milyen szempontból kérdezed az izgulást? Hát, mármint, hogy melyiknél volt a jobban izgatott, vagy melyiknél volt több munkád, vagy melyiknél volt az, hogy ez is ilyen természetesen ment? Nem, ezek természetesen mennek. Nyilván ez nem úgy van, hogy A napról B napra történik valami, hanem beszélgetsz róla, felkészülsz rá, hogy mi van, ha ez történik, mi van, ha az, akarod-e ezt, akarod-e azt, és akkor mire oda jutunk, addig nyilván én tudom, hogy ő mit szeretne, meg egy csomó forgatókönyvről beszélsz előre, és akkor mikor oda jutsz, akkor persze az üzletet befejezed, meg minden részletre odafigyelsz, de hogy ezekről fel volt készülve mindig. Tehát szakmai izgulás meg soha nem volt bennem, mert az tényleg teljesen világos volt, hogy ezeket a szinteket meg tudja ugrani. Az, hogy ennyire gyorsan beilleszkedik még Liverpoolba, ezt nem tudtam, tehát hogy de hogy be fog illeszkedni, és megugorja a szintet, abban biztos voltam. Hogyan készítettétek fel, akár itt a műsor előtt is beszéltünk arról, hogy azért kommunikációs készségeket is adtok át, és nyilván van olyan pillanat, amikor nem Dominik esetén, de izgultok, hogy miről beszél egyes interjúkban a játékos. Hogyan készítettétek fel őt arra, hogy minden egyes pillanatban élesen és profin tudjon reagálni? Nem csak mi készítettük egyébként erre, hanem ilyen szempontból is nagyon jó klubban volt Salzburgban, mert ott ebben is nagyon profik. És azért ő elég hamar eljutott arra a szintre, hogy németül mondjuk sajtótájékoztatót tudjon tartani, humorosan tudjon mondjuk egy sajtótájékoztató megjelenni. Nyilván ebben van sok munka, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor leülünk, és akkor kommunikációs tréning van, hanem beszélünk bizonyos dolgokról, eshetőségekről, válaszokról, forgatókönyvekről, és akkor ezeket nyilván beépíted hosszú távon, meg hát van egy saját karaktered is, és akkor a kettőt mixeled, és abból azt látják az emberek. Mennyire volt betervezett a váltás most nyáron? Vagy pedig ez egy olyan lehetőség volt, amit nem akartatok egyáltalán kihagyni, meg annyira tetszett a csapatnak a víziója? Hát én ezt sokszor elmondtam, hogy az én fejemben a terv az nyilván a jövő évi átigazolás volt, de úgy alakult a piac, és ezt is egyébként korábban láttuk már, hogy valószínűleg úgy fog alakulni a piac, hogy ebben a pozícióban nagy lehetőségek, tehát hogy középpályán nagyon nagy lehetőségek lesznek top kluboknál, aztán ez így is alakult, és amikor jött konkrétan a lehetőség, akkor úgy éreztük, hogy kész van a Dominik arra, és ami a legfontosabb, ő úgy érezte, hogy készen van arra, hogy ezt a szintet idén megugorja. Mit kaptatok ti a Liverpooltól? Akár csak azt, hogy arra gondolok, hogy nyilván kaptatok garanciákat esetleg Jürgen Klopp személyével kapcsolatban is, hogy milyen szerepet fog kapni a csapatba, ez mennyire vált be, mennyire haladta meg az elképzeléseiteket? Annyiban kiegészítenem, ugye a Liverpool átállt erre a nézetközéppályára, meg volt pontosan mondva nektek, hogy melyik posztra, milyen játékrendszerben, milyen feladatkörökre szeretnék őt szerződtetni? Azért, ha figyeled a focit, figyeld a klubokat, figyeld edzőknek az evolúcióját, akkor ezeket nem kell külön megmondani, de nyilván én pontosan látom, hogy milyen focit játszik a Liverpool, vagy a PSG, vagy a Real Madrid, vagy nem tudom, tehát hogy ezeket látod, abban el tudod helyezni a játékosodat. Tehát ilyen jellegű garanciákat nem kaptunk nekünk. Az egy elegendő garancia volt, hogy milyen áldozatot hozott a klub a Dominik megszerzéséért, vagy tett a megszerzéséért. És hát megint csak bíztunk abban, hogy ebben a környezetben ő újra ki tud bontakozni, és megugorja azt a feladatot, hogy a pozícióján a legjobb játékos legyen, és bekerüljön a csapatba. Tehát, hogy ez ezen a szinten így működik.
Azóta milyen a hangulat? Nyilván látjuk azt, hogy a médiában, akár csak globális szinten is, hogyha megnézzük, akkor Dominiknak elképesztő híre van, és sikere is egyben. Hogy viseli ő ezt a gyorsan jött sikert, ami a Liverpooli pályát illeti, illetve nyilván folyamatosan gondolom kommunikáltak. Milyen mostanában Dominikkal beszélni? Jól viseli abszolút, de hogy a gyorsan jött siker, az igazából nem gyorsan jött siker, és ez nagyon fontos, tehát hogy erre felkészült. Nyilván Lipcsében is, meg mondom, korábban Salzburgban is egy olyan környezetben élt, ahol ezt megszokta, hogy foglalkoznak vele, hogy interjúkat kell adni, hogy fotózzák, hogy komoly meccseken játszik, és emiatt ez nem akkora újdonság. Tehát, hogy ez nem olyan, mint hogyha most az NBA-ből elkerülsz a Premier League-be, ez egy nagyon nagy ugrás szakmailag is, meg a körítés szempontjából is. A körítés szempontjából a Lipcsénél komolyabb klubot nagyon nehéz elképzelni. Tehát az elképesztő profizmus van minden szempontból. És hogy ezeket meg lehet szokni, és ezt ebben nagyon hamar beleszokott. Meggondolom, az is nagyon fontos szempont volt, hogy nagyon hasonló filozófiában, játékrendszerben játszik a Liverpool, mint a Lipcse, hogy nagyon hasonló dolgokat kérnek majd Dominiktól, hogy ugyanúgy a Jürgen Klopp filozófiája van, ez a gegenpressing, a letámadás, vagy hogy mit vár el labda nélkül, vagy labdával, az nagyon hasonló most a Liverpoolban, mint amit a Salzburgban, meg utána a Lipcsénél is kértek, hogy gondolom ez is egy nagyon erős pont volt, hogy akkor azt mondtátok, hogy ez a Liverpool, ez most egy tökéletes lehetőség. Hát nyilván ez megint egyszerűbb helyzet, mert hogy azért van kereslet valakire, mert beleillik a játékrendszerbe, és onnan, tehát hogy nyilván, hogyha nem illene bele, akkor nem akarnák megvenni. Hát a klub akkor ezért kezdeményezi a kapcsolatot veletek, mert játékos profi. Hát egy ilyen profi működő, és egy ennyire tudatosan építkező klub, mint a Liverpool, ez amióta a Jürgen ott van, azért sok mindent lehet mondani Liverpool, de hogy nem profin építkeznek, meg hogy nem sikeresek, azt nem. És hogy mindig úgy választotta ki a játékosokat, hogy az ő filozófiájába, emberileg és szakmailag beleíjenek. Nyilván egy ekkora befektetésnél ezt átgondolják. Emiatt nyilván nekünk nem nehéz ezt elfogadni, mert hogy ez egy abszolút meccs. Nyilván a következő kérdésemre is valószínűleg azt válaszolnád, hogy egyszerűen hozzászoktatok ti is. De neked, mint mondjuk tegyük fel azért egy kicsit visszakanyarodva a gyermekkorhoz, ahhoz, hogy azért te is voltál, és vagyis fanatikus valamilyen oldalról, milyen azt átélni, hogy egy játékosod egy ilyen szintű klubba igazol, és ilyen környezetbe láthatod meg a futballnak a színpad mögötti backstage-ét. Köszi. De legalább nem azt mondtad. Akkor milyen élmény egy német kupa döntőn ott ülni? Izgulsz, aggódsz, vagy pedig egyszerűen csak szintén jó, és elvezed a szituációt? Tényleg, tehát jó, és hogy egyébként azt nem lehet megszokni nyilván, tehát ezeket, de hogy mi egy bizonyos standardhez hozzászoktunk a Domi kapcsán. A Dominak van egy elképesztően magas igényszintje azzal kapcsolatban, hogy ő milyen szinten akar teljesíteni, hol szeretne játszani, és milyen címeket szeretne nyerni, és hogy mi ezeket beépítettük a saját gondolkodásunkban. Tehát, hogy inkább az, ami nagyon jó, azt jó látni, hogy a elképesztő megbecsülést kap és kaptunk. Tehát, hogy az jó volt az első három nap mondjuk Liverpoolban, az nagyon fontos élmény volt, nem most személy szerint az én életemben, de nem azért, mert hogy ez húha, hanem látni azt, hogy egy magyar játékos hova jutott, és mi elindultunk valahonnan, és eljutottunk ide. Visszajelzés a munkád. Ez nem is az én munkámra, hanem hogy ezt meg lehet csinálni, és hogyha kellő energiát, meg kellő munkát tesz egy játékos az életébe, akkor el lehet jutni, de nagyon nehéz. Rengeteg helyen lehet elbukni, de el lehet ide jutni, és hogy
jó volt azt látni, hogy őt tényleg világklasszisként kezelik egy olyan klubnál, ami hát tényleg a világ egyik legnagyobbja. Nem elsősorban itt Dominiknak a szerződésére gondolok, hanem általában mennyire részletesek ezek a szerződések. Gondolok itt arra, hogy a teljesítmény bónuszokat milyen részletességgel szabják meg a klubok, vagy akár ti, vagy mennyire van megtiltva egy-egy játékosnak, hogy paintballozhat, vagy elmehet-e szörfözni, síelni. Mennyire sok oldalban köttetik meg egy ilyen szerződés? Részletesek ezek a szerződések, nyilván mindenre kitér. Az azt hiszem teljesen normális egyébként minden profi sportolónál, hogy már extrém sportokat nem végez, mert hogyha megsérül, akkor nem tudja munkáját végezni. Úgyhogy részletes szerződések nyilván, de ez teljesen normális szerintem. Az meg, hogy mi kerül egy szerződésbe, az két félnek a megállapodásában, hogy bármi belekerül. Hogyha azt nézzük, hogy nyilván te is kiemelted, hogy a globális média Dominik esetén nagyon fontos számotokra, és szeretnétek ezzel foglalkozni, ezt látjuk is, hogy elképesztő ütembe fejlődik. Láthatjuk azt is, hogy Steven Gerrarddal együtt egy lapon emlegetik, és olyan képeket tesznek föl a legutóbbi bombagól kapcsán is, hogy szinte ugyanúgy mozog. Van egyfajta tudatosság, még akár ebben is, hogy párhuzamot vonjatok, illetve milyen ütemben fejlesztitek ezt a marketing kommunikációt, és hova tovább vele kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy az, hogy a Gerrarddal összevetik a Dominikot, nyilván ez a 8-as szám alapján, ez most egy kézenfekvő dolog, ez korai. Tehát én azt gondolom, hogy a Dominikban elképesztő potenciál rejlik még mindig. Nagyon-nagyon magas szintre juthat az ő játéka. Szerintem nagyon komoly, meghatározó embere lehet ennek a klubnak hosszú távon, de a Gerrard az Róla már tudjuk, hogy mit tett le ebben a klubban az asztalra, úgyhogy szerintem ez korai, de minden esetre nem irreális szerintem a Dominikban rejlő lehetőséget összehasonlítani azzal, amivé a Gerrard vált. Talán ez a legjobb megfogalmazása ennek. És az is valóban benne rejlik a Dominikban, hogy egy globális márkává váljon hosszú távon. Úgyhogy ezek a dolgok azok, amik egyrésztről tudatosak, a másik oldalról pedig organikusan is fejlődnek. Én abban hiszek, hogy ezek akkor tudnak igazán kiforni, hogyha a pályán hosszú távon ezen a magas szinten tud teljesíteni. Tehát mindennek az alapja az a teljesítmény, amit ő letesz az asztalra hétről hétre, és hogyha ebben van egy ilyen konzisztencia, akkor minden másról lehet beszélni. Egy játékos ügynök, amikor nem az átigazolási időszakban van, és nem ilyen bomba üzleteket hajt végre, akkor a hétköznapok során egy nyugodtabb időszakban milyen feladatokat lát el? Én megpróbálok a fiammal foglalkozni. Ennyi. Nagyon sok szülővel beszélgetsz, nagyon sok klubbal találkozol, nagyon sok edzőt látsz, nagyon sok játékos látsz itt Magyarországon, és nem tudom, mennyire akarsz ezzel kapcsolatban véleményt formálni, de hogyan látod Magyarországon akár az utánpótlás képzésnek helyzetét, vagy akár a kultúrát, az atmoszférát, a szülőket, a gyerekeket? Mennyire látod azt, hogy még mindig van hova fejlődnünk, és mindig van mit tanulnunk a nyugattól, vagy az elmúlt 8-10 évben azért bőven történt előrelépés a legalsóbb szinteken is? A legalsóbb szinteket azért nem tudom folyamatként megítélni, mert én nem láttam bele soha 6, 7, 8, 9, 10 éveseknek a képzésébe, ez nem az én feladatom volt, nekem nem volt időm és energiám. Annak ellenére, hogy ez nagyon fontos, de hogy annyira messze van az én üzletemtől igazából, hogy erre nem jutott idő. Nyilván amióta a fiam focizik, és látom a jelenlegi helyzetet, nyilván azért van még hova fejlődni szerintem. Szakmai elhivatottságban érzem én, most, hogyha konkrétan a szakmáról beszélünk, abban érzem azért azt, hogy ott lenne még felfele levegő, hogy fejlődjünk. De nyilván ez olyan dolog, amit nem tudsz csettintésre egy perc alatt megváltoztatni. Itt az a munkaerő
szerintem hiányzik, aki szívvel, lélekkel tényleg a futballnak élve, kvázi hobbiból csinálja ezt. Láttál sikersztorikat, meg láttál olyan pályafutásokat, ahol egy ígéret nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményt, hogyha egy fiatal gyereknek mondhatnál pár mondatot, vagy mondhatnál egy-egy igazságot, hogy mit mondanál neki, hogy milyen karakter legyen, hogyan álljon hozzá a futballhoz, akár 10 és akár 14, akár 18, mit mondanál, hogyan edukálnád a közösséget? Az van, hogy szerintem gyerekeknek nem tudod megmondani, hogy milyen karakterek legyenek. Néha belemegyek, mint olyan, mint a pszichológus lennék, de nem vagyok az, és lehet, hogy emiatt baromságokat beszélek, de hogy én szerintem gyerekeknek nem lehet megmondani azt, hogy ilyen legyél, vagy olyan legyél, vagy amolyan legyél, hanem példát lehet nekik mutatni. Pontosan ezért kell nyilván azzal foglalkozni, hogy a szülőket edukáld, nem én, hanem a klubok, az edzőket fejleszd, hogy mert hogy az ő karakterük fog beleivódni a gyerekekbe, szerintem az ott látott viselkedés mintákat látod később. Nagyon egyszerű példa egyébként, de szerintem egész jól leírja egyébként ezt a példát, hogy ugye meg vagyunk lepődve azon, hogy tördelt a játék, mondjuk U15-ben, U16-ban, NB1-ben is egyébként. Hát azért tördelt a játék, mert egész gyerekkortól kezdve a fizikai kontaktot nem engedik. Előbb az edző nem engedi, szülői befolyással nem engedi, összerúg két gyerek, és a szülők rohannak be a pályára, hogy úristen, mi történt a gyerekemmel, mint hogyha ez valami halálos baleset lenne. Aztán, amikor látod az utánpótlás meccseket, akkor van egy falt, a szülő beordít a lelátóról, szidja a bírót, számon kéri az edző, hogy miért nem véded meg a gyereket. Az edző ugyanígy viselkedik, és akkor utána meg vagyunk lepve, hogy a gyereket fölrúgják, és az első dolga az, hogy a bírót támadja, hogy reklamálni, ahelyett, hogy fölállni, és tovább menne mondjuk. És ugye ebben látok nagy különbséget más utánpótlás bajnokságoknak a hozzáállása és a magyar között. Ez nagyon fontos szerintem, és ezek olyan dolgok, amik 8-10 éven keresztül ivódnak a gyerekekbe, és amikor ott van 17-18 évesek, nem tudsz nem változtatni. Tehát ez nem olyan, hogy elmondod neki, hogy figyelj, mostantól keménynek kell lenni, és menj bele mindenbe, és álljál föl, hogyha megrúgtak, mert ő 10 évig nem ezt látta. Hát a legrosszabb, amikor a szülő szídja a gyereket, vagy a bírót, majd a gyerek elkezdi szídni a bírót, és a szülő leszídja a gyereket, hogy miért szíttad a bírót. Hát nyilván ilyenkor azért úgy könnyen mondhatná az ember, hogy hát hogy miért? Teljesen kézenfekve a gyereknek a viselkedése. Úgyhogy így. Meg egy utolsó kérdésként, mennyire nagy probléma szerinted Magyarországon az eredménycentrikusság az utánpótlásban, hogy az edző mondjuk az akcelerált gyerekeket játszatja, vagy olyan taktikát állít föl, amivel eredményt tud elérni, és nem az a lényeg, hogy fejleszten, képezzen, tanuljon. Most ez egy fontos dolog, mert szerintem szóval itt félre beszélünk szerintem sokszor. Szerintem az eredmény, aztán lehet, hogy ezzel majd sokan fognak vitatkozni, szerintem az eredmény az egyik, hanem a legfontosabb dolog a sportban. Szóval úgy sportolni, hogy nem akarsz nyerni, úgy nem lehet. Ha úszol, és úgy ugrasz be a medencébe, hogy neked mindegy, hogy első lesz-e, vagy utolsó, akkor ne ússzál. Tehát, hogy a hobbiból el kell menni a csillagkörű úszodába. Nem a gyerekre gondolok elsősorban, mert alapjáraton, hogy versenyzőtípusban ez jön. Na, és ezt akarom mondani, hogy a gyerekben alapból benne van az, hogy nyerni akar. Az a probléma, és ezt látom egyébként megvalósulni, hogy az edző olyan szempontok alapján hoz döntéseket, hogy nyer, vagy veszít azáltal a döntés alapján. Tehát nem mit tudom én, mondjuk U9-ben, fent hagy egy csapatot kétszer annyi ideig, mint ahogy tervezte, azért, mert éppen vezet a csapata, vagy hátrányban van, és azt reméli attól a csapattól, hogy ők majd megfordítják az eredményt, vagy megtartják. Ez hiba szerintem. Hogyha az alapján választod ki a centeredet, hogy tudod, hogy nincs benne semmilyen potenciál, mondjuk, de te tolod, mert egyébként rúg neked 40 gólt,
az hiba. De ez sem egy teljesen egyértelmű dolog, mert nyilván lehet, hogy van egyébként 4 tehetséged a csapatban, akiket fejleszteni akarsz, de kell hozzá egy-két ilyen jellegű választás is. Tehát, hogy ez nem mindig fekete és fehér, és az edző egyáltalán nem mindig hülye, hogyha akcelerált gyereket, vagy potenciál nélküli gyereket játszott azért, hogy sikeresek legyenek, mert lehet, hogy az ő farvizén egyébként a másik 4 az tud fejlődni. De mondom, a kulcs probléma szerintem ott van, amikor az alapján, vagy amiatt hozol meg bizonyos döntéseket, hogy megnyerd a meccset, vagy ne veszítsd el, vagy nem tudom, tehát hogy az baj. De a győzelemre való törekvés az egy ilyen belső igénynek kell, hogy legyen, és azt nem szabad kiölni a gyerekekből. Tehát azt mondogatni állandóan a gyerekeknek, hogy az eredmény nem fontos, azt szerintem az baromság. Nem, az nem baj, hogy a gyerek úgy éli meg, hogy minden egyes edzés egy BL döntő, és mondjuk az edzőnek meg inkább azt kell nézni, hogy neki az legyen a cél meg a győzelem, hogy minél jobb képességű embereket és játékosokat adjon oda a következő edzőnek, a következő korosztálynak, és ne azt, hogy megnyerte a farsangkupát. Hát így van, mert hogy lehet, hogy az a gyerek, aki kevésbé ügyes adott esetben, U9-ben, U12-ben, hát lehet, hogy ő is nyerni akar, és hogyha adsz neki lehetőséget, akkor ő tud fejlődni, és lehet, hogy egy év, a 2 év múlva ügyesebb lesz, mint az, akit akkor egyébként ügyesnek gondoltál, és vele akartad megnyerni a meccset, és akkor elvettél mondjuk 4-5 év alatt, nem tudom, 1000 percet a másik gyerektől azért, mert hogy te nyerni akartál. Ahelyett, hogy fölküldted volna a pályára, hogy akarjál nyerni, minden áron nyerni akarunk, kisfiam, de veled akarunk nyerni. Nem a Józsikával akarunk nyerni, mert azt gondoljuk, hogy a Józsika jobb, mint te, hanem veled is nyerni akarunk. Menj fel, csináld a dolgodat, aztán, hogy ha nyertünk, szuper, ha meg nem nyertünk, akkor nem nyertünk, meg tudsz veszíteni. Tehát most pont a Vácke nyilatkozta a Dortmundnak az ügyvezetője, hogy anélkül, hogy megtanulnál veszíteni például, anélkül nem fogsz tudni soha nyerni sem, mert nem tudod magad hova helyezni ebben a koordinátorrendszerben. Szóval én azt egy nagyon nagy problémának látom, nem csak a fociban, hanem az egész társadalmunkban, hogy ez a részvétel a fontos filozófia, ez elindult, és akkor ez egyébként a munkaerőpiacon is szerintem elég jól látszódik, hogy fiatal emberek azt gondolják nagy meggyőződéssel, hogy mondjuk fizetés a munkád, az azért van, mert bemész dolgozni. Nem, tehát az azért van, hogy bemész dolgozni, és jól végzed a munkádat, mert hogyha nem végzed jól a munkádat, akkor megszűnik a munkahelyet. Hogyha nem nyersz foci meccseket, akkor nem lesz munkád, akkor nem fogsz tudni focizni. Ha nem nyered meg az úszóversenyt, akkor mire csináltad? Az a hobbi sport, kell az is. Tehát hogy ezért kell, hogy a háromszög alja nagyon széles legyen, mert kell hobbi sportoló, mert egészséges embereket kell nevelni. De amikor 13, 14, 15 évesen már akadémiai rendszerben arra beszélünk, hogy nem kell nyerni, ez badarság. Döntéseket nem ez alapján kell hozni szerintem. Hát azt gondolom, hogy mindenképpen tudnánk folytatni, és mindenképpen várunk vissza egy ilyen jellegű adásra, de most nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Köszönöm a meghívást. Hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!